A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban bemutatunk Önöknek egy új közösségi teret, amely fogyatékossággal élők számára jött létre. Aztán beszélgetünk a húsvéti népszokásokról is. Tartsanak velünk! A Tolnai utca 10-es szám alatt kapott helyet a Mindenki Képes Egyesület új közösségi tere. Lengyel Zsófia, városunk esélyegyenlőségi referense, mostantól élményekkel, programokkal, bemutatókkal várja a fogyatékossággal élőket. Szakmájukban tehetséges, elhivatott hölgyek állhattak a színpadra a Superwoman díjátadóján. Több mint 1000 jelölés közül 12-en vehettek részt 4 kategóriában a rangos eseményen. A Higgy magadban cím tulajdonosa a székesfehérvári Lengyel Zsófia lett, aki évek óta harcol az esélyegyenlőségért és számos díjat tudhat már magáénak. Hatalmas meglepetés volt, tehát maga a jelölés is, de az pedig, hogy én vehettem át hármunk közül a kategóriában, én nagyon meglepődtem, és mai napig igazából nem térek készhez, hogy tényleg azt gondolták, hogy ez nekem jár. Őszinte leszek, elég sok díj van már mögöttem, ugyancsak 32 év, de mindenféle díjakat zsebelhettem már be, de valahogy úgy mindig elsiklottam felettük, hogy vitt tovább az élet meg a sodrás, és ez a díj most az, aminél azt érzem, hogy egyféle megérkezés, egyféle koronája az eddigi karrieremnek, annak a küldetésnek, amit igyekszem teljesíteni, hogy minden ember képes, csak mindenki picikét másképp. Egyik nagy álma is valóra válhatott Lengyel Zsófinak, ugyanis még március elején megnyitotta a kapuit a Mindenki Képes Egyesület közösségi tere. A Mindenki Képes Egyesület az természetesen elsősorban fogyatékossággal élőknek szeretne majd élményt adni, tehát élményt mindenkinek. Azt gondolom, hogy az az egyik legnehezebb az életben, hogy egy kerekesszékben ülő, vagy egy látás nélküli ember, vagy egy hallássérült ember minél több színes élményhez tudjon jutni. Mondok itt például egy gokártozás, tehát ugye egyből azt gondolnánk, hogy gokártozni biztos, hogy nem lehet fogyatékossággal élőként, hát mi majd bebizonyítjuk, hogy lehet. Úgyhogy az egyesületem első feladata az, hogy élményt szeretne adni a székesfehérvári és Székesfehérvár környéki fogyatékossággal élőknek, de természetesen minden épp embertársunkat is várjuk, hogy csatlakozzon hozzánk önkéntesként is, tartson velünk akár a bent, itt az irodában bent lévő programokon, akár pedig a kültéri programokon majd. A fiatal lány évek óta harcol az esélyegyenlőségért, és azért, hogy bebizonyítsa, mindenki képes, csak egy kicsit másképp. A következő időszakban lesznek különböző programok természetesen, az is az egyesület neve, hogy mindenki képes, élményt mindenkinek. Minél több olyan programot szeretnék tartani, olyan élményt szeretnék okozni, mondok egy példát, például egy gokártozást, amire azt mondanánk egyből, hogy hát ez kerekesszékkel nem lehet, vagy ez halláslátássérültként ezt nem lehet megcsinálni. Hát mi igyekszünk majd bebizonyítani, hogy dehogy nem képesek lehetünk, csak egy picikét lehet, hogy másképp, illetve itt a közösségi térben fogunk majd előadásokat tartani. Kihívással élő különleges emberek életét, történeteit szeretnénk bemutatni, minimális élőközönséggel és online közvetítéssel is. A megnyitó részt vett Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, aki köszöntőjében hangsúlyozta, büszke arra, hogy Lengyel Zsófia az önkormányzatnál dolgozik és szolgálja az esélyteremtést. Az új helyiség találkozási pont lesz azok számára, akik odafigyelnek egymásra, értékelik egymást. Hitelesen a maga kedvességével képvisel olyanokat, akik ugyanúgy képesek, csak kicsit másként, ahogy pont a jelmondata is szól, és örülök annak, hogy most már ez a jelmondathoz ennek a közösségnek egy helyiségi csoport is jár, egy olyan, ami az otthonuk lesz, ahol találkozni tudnak, programokon tudnak részt venni, legyenek azok szórakoztató vagy fejlesztő programok. Ugye ez egy önkormányzati ingatlan, úgyhogy örülök, hogy ebben tudtunk segíteni Zsófinak, aki ugye az esélyegyenlőségi referense is az önkormányzatnak régóta most már nem látszik rajta, de még itt csak Városházánk önkormányzatunk szolgálatába áll, és azoknak a szolgálatába, akik egy kicsit sorstársként vallják ezt, hogy mindenki képes, csak egy kicsit másként.
és én biztos vagyok ebben, hogy ők ezt a következő időszakban itt ebben a helyiségben is nagyon sokszor fogják megmutatni. Az esemény nagy népszerűségnek örvendett a fogyatékkal élők körében is. János a Leonetta elárulta, már nagy izgalommal várja, hogy közösen vegyen részt a különféle programokon sorstársaival. Szerintem ez egy nagyon szuper lehetőség, hogy most megnyílt ez a közösségi ház, mert mindig kell egy hely, ahol a fogyatékkal élők így együtt lehetnek, megoszthatjuk a tapasztalatainkat, tudjuk egymást segíteni, és ez szerintem egy igazán egyedülálló lehetőség számunkra, és nagyon örülök, hogy ide tartozhatok, és hát fantasztikusnak tartom, hogy ezt így Zsófi ebbe így belehet, és hogy ezt ilyen szépen meg tudta alkotni, és hát kíváncsian várom, hogy milyen programok, meg milyen lehetőségeket tudok majd itt igénybe venni, és milyen programok lesznek. Az eseményen Lengyel Zsófia köszönetképpen apró ajándékokat, napsugár, a lakógravírozott érmeket adott át mindazoknak, akik segítettek a tér kialakításában és a szervezésben. Húsvét Krisztus feltámadásának és a kereszténységnek a legnagyobb ünnepe. Hogy honnan erednek az ehhez kapcsolódó népszokások, arról Csapó Ramona kolléganőm beszélgetett Váci Márk művészettörténésszel. Vendégem a stúdióban Váci Márk, a Szent István Király Múzeum munkatársa és néprajzkutató. Köszöntelek! Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket! A húsvéti hagyományokat fogjuk most feleleveníteni. Kezdjük azzal, hogy pontosan mikor is ünnepeljük a húsvétot, mikorra vezethető vissza az eredete? Hát tulajdonképpen itt a 4. században már az egyházon belül kialakul ennek a szabályozása, tehát innentől kezdve lehet azt mondani, hogy a húsvétot a világegyház, bár ekkor még nem beszélhetünk világegyházról, de az akkori kereszténység már megünnepli. Igazából ennek a hagyományai ugye nagyon régre nyúlnak vissza, már a Krisztus halálát követő években, évtizedekben azért ez a hagyomány megjelenik az akkor kialakulóban lévő kereszténységen belül. Tehát Krisztusnak a kereszthaláláról, a szenvedéséről, kereszthaláláról és a feltámadásáról természetesen megemlékeznek, és hát maguk a szentmisék is egyébként erről emlékeznek meg. Ezek között ugye legfontosabbak természetesen a vasárnapi szentmisék, hiszen a vasárnap mindig az ünnep, ugye a kereszténységen élesül mondjuk a katolicizmuson belül, hogyha napjainkról beszélünk. Tehát a hagyomány az már nagyon korán megjelenik, ugye az apostolok közvetítésével elsősorban, akik ugye végig kísérik Krisztusnak a tanítói működését és az ő szenvedés történetét, illetve a megdicsőülését is, és ugye találkoznak a feltámadt Krisztussal. Tehát ők személy szerint megélik ugye ezeket az eseményeket. Hát Júdás kivételével, ugye a 12. apostol kivételével, mind a 11-en ott vannak végig. És amikor a tanító útjaikra mennek, többek között ugye Szent Péter, majd később Szent Pál, aki ugye a keresztények üldözőiből válik szintén Krisztus tanítványává is ugye legfontosabb apostollá, ugyanígy az evangéliumokban is ugye megjelennek ezek a történetek, tehát a keresztény közösségek, legyen az egy teljesen pici közösség, legyen az egy nagyobb közösség, ugye megemlékeznek ezekről az eseményekről. És hát ugye a legfontosabb események azok a nagy csütörtök napjával kezdődnek, hogy az utolsó vacsora emlékének a felelevenítése, ami tulajdonképpen a Szentmisében megint csak ugye megjelenik, illetve hát azért megjelenik a protestánsoknál is természetesen az Isten tiszteleteken az úrvacsorával. Tehát itt ugye arról van szó, hogy a lábmosás szertartása például megjelenik, ahogy ugye Krisztus megmosta az apostolok, tehát a tanítványainak a lábát, úgy például Rómában a Szent Atya, a pápa is, ugye a mindenkori pápa szintén elvégzi a lábmosás szertartását, de ez megjelenik egyébként katolikus templomokban, akár Magyarországon is, és ugye az utolsó vacsorának az emlékmiséje, amikor még utoljára megszólalnak a harangok, majd aztán ugye nagy pénteken a kereplők veszik át ugye a harangok szerepét, zajkeltő eszközök tulajdonképpen, és hát ugye figyelmeztetnek, ahogy a harang is ugye figyelmeztet arra, hogy éberek legyünk. Ugye erről beszélgettünk már korábban is, például ugye a református templomokon megjelenik a kakas szimbóluma, ez már ugye abszolút ez a nagy csütörtök este, illetve a nagy pénteknek a szimbóluma, ugye amikor háromszor
szólal meg a kakas, illetve megszólal a kakas, és előtte Péter ugye háromszor tagadja meg Krisztust, mondván, hogy ő nem ismeri, nem tartozik a tanítványai közé. Ez egy nagyon fontos szimbólum, és hogy az éberségnek is a szimbólum, hiszen a keresztényeknek a legfőbb feladata az, hogy minden napjukat úgy éljék, mintha az utolsó nap lenne, méltóan a krisztusi tanításhoz természetesen, tehát itt nem a Carpe Diem szemléletről van szó nyilván, hogy ragad meg a napot, hanem éld meg minden napot a maga teljességében, annak tudatában, hogy neked egy Krisztus által rendelt küldetésed van, és ugye a kakas, mint az éberség szimbóluma erre figyelmeztet. Ugye a másik a buzogánynak nevezett, nagyon gyakran buzogánynak nevezett csillag, az pedig a betlehemi csillagot szimbolizálja, ugye Krisztus születésének a jelképe, tehát ez is egy krisztusi szimbólum. Visszatérve ugye, tehát a nagycsütörtök az tulajdonképpen így néz ki, és ugye Krisztus elfogatásáról megemlékeznek a szentmiségben, szertartásokban, majd aztán jön a nagypéntek, ugye Krisztus kereszthalálának, elítélésének és kereszthalálának szenvedésének a napja, ami egy rendkívül csendes nap, és egy gyásznap igazából. Ugye egy Krisztus kereszthaláláról emlékezik meg az egyház, a protestáns egyházak és a katolikus egyház is. Itt arról van szó, hogy például a katolikus templomokban egy úgynevezett csonkamisét tartanak, ez egy rövidebb szertartás, mint általában az ünnepi szentmisék, és itt hangzik el virágvasárnap után, általában itt hangzik el a passió ének, ami ugye Krisztus szenvedéstörténete és kereszthalála ének formájában előadva, és ez helyettesíti egyébként az evangéliumnak a felolvasását is, ami ugye a szentmisének szerves része, és az ezt követő prédikációt. Tehát itt ez egy megemlékezés Krisztus szenvedéséről és kereszthaláláról, és egy nagyon szigorú böjttel párosul, amit ugye a hamvazó szerdai böjthöz hasonlíthatunk, ugye a 18 és 60 év közötti egészséges férfiak és nők számára ez egy kötelező szigorú böjti nap a katolikus egyházban, ami azt jelenti, hogy háromszori étkezéssel és egyszeri jól lakással jár. Ugye ez is a szenvedés és a kereszthalállal való azonosulásnak, a szenvedéssel való azonosulásnak egy jelképe. És aztán következik a nagy szombat napja, amikor ugye a feltámadási szertartás, feltámadási szentmise, hatalmas nagy ünnepi körmenettel újra megszólalnak a harangok, ugye a szertartás egy bizonyos pontján, ahol már Krisztusnak a feltámadásáról szól, az örömhírről. Ugye ezek általában szombat este zajlanak, pontosan úgy, ahogy a szentesti éjféli szentmise, ugye minél közelebb legyen december 25-éhez Krisztus születésének az időpontjához. Ez is ugye a vasárnapi feltámadás, ez a harmadnapra, ugye az első nap, amikor ugye meghal és a sírba kerül, ez a péntek, majd következik a szombat a második nap, amikor Krisztus a sírban fekszik, ugye általában ezt így is mondják, a szertartásban is erről van szó, erről emlékeznek meg, tehát ez is egy viszonylag csendes nap, ugye a szombat, és a szombat este, ami a vasárnapnak az úgynevezett elővételezett szentmiséje szertartása, ez már a feltámadásról, tehát a harmadik napról szól. És itt ez már tényleg egy örömünnep, hatalmas nagy énekes körmenettel, zászlókkal, nagyon gyakran egyébként a hívek, a gyülekezetek kivonulnak ilyenkor a templomból, körbejárják a templomot körmenetben, vagy akár a templom környékét is megkerülik, hogyha olyan helyen vannak ezek a templomok, és nagyon látványos körmenetek zajlanak ekkor. Ezek maguk az egyházi szokások, amelyek ugye ide tartoznak. A világi szokások pedig hát elsősorban ugye a húsvéti tojáshoz, kalácshoz, sonkához kapcsolódnak. Ugye? Igen, ezek mennyire változtak a régiekhez képest? Mi a különbség? Igazából itt ugye amit megfigyelhetünk, az az, hogy minél jobban visszaszorul az egyháznak a szerepe ebben a szokásokban, ezekben a szokásokban, annál inkább lazul az úgynevezett böjti fegyelem. Tehát amíg korábban ez úgy nézett ki, hogy például az állati zsíradékot is félretették, tehát például a disznó zsírt, ami ugye a nagybőjt előtt leölt disznónak a zsírját már nagyon sok helyen nem használták fel ebben az időszakban, vagy csak bizonyos időszakokban ettek húst, jellemzően ugye pénteken egyáltalán nem, de voltak a hétnek bizonyos napjai, ahol azokban a háztartásokban sem fogyasztottak húst, ahol egyáltalán ezt megengedhette magának a család. Tehát sokkal szigorúbb volt például a böjti fegyelem. De
Ugyanez egyébként jellemző azért sok helyen a mai napig is, hogy például a húsvéti sonkát, amit ugye ekkoriban felfüstölnek, azt ugye a nagyszombati szertartásra viszik el például beszenteltetni, ugyanígy a főtt tojást, a különböző zöldségféléket, amelyek ekkorra már megteremnek, ugye attól függ, hogy a húsvét éppen mikorra esik. Április elején még azért viszonylag kevés friss zöldség van, de ha mondjuk április végére esik a húsvét, akkor már sokkal több minden megjelenik ezekben a kosarakban. A kalácsnak a sütése is ugye egy nagyon fontos dolog, ugye a kelt tészta, mint olyan egyáltalán, ugye az újjáéledés, ugyanígy a tojás is, ugye a világmindenségnek, az újjászülető Krisztusnak is a szimbóluma, és hát a nyúl, ami viszont abszolút nem tartozik hozzá, ugye magához az egyházi hagyományhoz, a termékenységet szimbolizálja, hiszen a nyúl ugye az egyik legszaporább állat a természetben és az állatvilágban, az élőlények között, és ugye abszolút ezt a termékenységet, a folyamatos újjászületést jeleníti meg és szimbolizálja. Ezért is van az a világi szokás, hogy ugye általában a nyúl hozza a tojást. Na ez abszolút a teljességnek a szimbóluma tulajdonképpen, és ez így jelenik meg a szokásokban. Ami még egyébként napjainkban is jellemző, a tojáshoz is kapcsolódnak különböző szokások, tehát az, hogy a lányok, ugye, akik még pártában vannak, tehát még nem mentek férjhez a hajadon lányok, ugye várják a fiúkat, a locsolókat, ami korábban egyébként egy húsvét vasárnapi szokás volt, majd aztán áttevődött húsvét hétfőre az évszázadok során. Ugye a vasárnap meg volt a nagy templomi ünneplés, minden felekezetnél, a keresztény felekezeteknél, és hétfőn pedig ugye hát a családok otthon tartózkodtak, a fiúk elindultak locsolni. Vízbevető hétfőnek is nevezték, pontosan azért, mert hagyományosan kútvízzel, frissen mert kútvízzel locsolták le a lányokat, hát általában egy vödör per egy lány, vagy egy vödör per locsoló, ebből is ugye megoszlottak a hagyományok, és ugye a frissen festett és különböző technikákkal díszített tojásokat kapták meg elsősorban a fiúk, kalácsot, pálinkát, bort, ugye melyik vidéken mi volt a szokás, és aztán a fiúk összegyűltek általában a határban, mezőn, réten, és akkor ezekkel a tojásokkal folytattak különböző játékokat. Itt, ami Fejér megyében is jellemző volt, ezt Lukács László néprajzkutató gyűjtéseiből ismerjük, egyrészt volt az úgynevezett tojásgurítás, amikor egy dombról vagy magaslatról gurították le ezeket a tojásokat, és aki egyben maradt, vagy a legépebben maradt, az megnyerte az összes többi tojást is, és hazavihette magával, tehát nem osztották el újra. Ez általában úgy nézett ki, hogy a tojásnak a hegyesebbik felével indult a gurítás, mert hogy ott tömörebb, tehát ezt kitapasztalták nyilván. Hogyha valaki főtt tojást készít, és a főtt tojásból valami ételt, akkor egyébként is mindig látszik, hogy az aljánál általában van egy kis buborék, ugye ott beszorul a levegő, tehát ez a trükk, ez meg volt bizony, hiszen akkoriban még a festett tojások azok általában főtt tojások voltak. Pont azért, hogy a legények majd elfogyasztják ugye a húsvéti lakomához. A másik pedig az úgynevezett tojásbadobálás, amikor a tojásokat egy kupacba összegyűjtik, tehát mindet, amit a legények ugye felhalmoztak, összegyűjtik, és pénzekkel elkezdik haigálni. Ugye mindenki tudja, hogy melyik az övé, és akinek a pénzérméje először landol az egyik tojásban, úgyhogy a héjában megáll, és nem fordul ki belőle, az megnyeri a tojásokat, és általában megnyeri az összes pénzt is, amit ugye köré dobáltak, tehát ez egyfajta szerencsejátékként is felfogható. Ez mondjuk a Pál utcai fiúkból ismert golyózásnak egy ilyen falusi változata, vagy elődje, lehet ezt mondani. Ez egyébként Fehérváron is szokásban volt, ugye a felsővárosban és az alsóvárosban éltek paraszti családok zömében, tehát ezekben a városrészekben volt ez jellemző, meg nyilván a környékbeli falvakban is ugyanígy megjelent. És hát a locsolásnak a szokása az természetesen napjainkban is megmaradt, illetve azért a nagyszombati és a húsvét vasárnapi ételszentelés az szintén jellemző egyébként a katolikus templomokban, tehát ezek megmaradtak. Ugye a locsolás az nyilván annyiban változott, hogy ma már kevésbé kútvízzel zajlik, főleg, hogy egyre kevesebb ihatóvízű kút van, tehát ebből már locsolni sem érdemes, legalábbis embert locsolni, növényeket inkább, és ugye inkább a kölni
jelent meg. Ez is ugye német hatása, egyáltalán a kölni víz is, ugye a nevé is mutatja, hogy Németországból ered, és hát a polgári öltözködésben, életmódban, kultúrában jelenik meg, illetve hát a szódavíznek a használata azért még ma is jellemző, bár ma már egyre kevésbé, és nem csak azért, mert a szóda drágul, de hát most már a kölnit is ugye egyre kevesebben viselik el. Én azt látom egyébként, és nagyon örömteli az, hogy a gyerekek körében is még mindig nagyon népszerű azért a locsolás, és egyre több helyen szervezett módon zajlik. Tehát összeállnak a legények, elmennek falun belül locsolni, vagy gyerekek, szülei egymás között megszervezik ezeket a locsolásokat, tehát ez a szép hagyomány az megmaradt. Ha már így mondtad a gyerekeket, akkor azért őket meg szokták ajándékozni egy kis aprósággal. Ez hova vezethető vissza? Ez már igazából inkább a modern kultúrának a szerves része, ahogy ugye a karácsonyi ajándékozás sem volt jellemző nagyon sokáig, ugye az is inkább a polgári családokból terjedt el, amikor egy-egy apró kis ajándékot adtak, ez jellemzően ruhadarab volt, vagy valamilyen teljesen egyszerű játék. Ugye ez jelenik meg a paraszti kultúrában, de már inkább a II. Világháború után. Tehát a karácsonyi ajándékozás azért a parasztság körében is jelen van már a 20. század elején is, de a húsvéti ajándékozás az már abszolút a, bár már modern korról beszélünk 20. század elején, de abszolút ennek az új, legújabb kornak a terméke, az, hogy a különböző ünnepeken, ugye főleg a gyerekeket, de most már nagyon gyakran a felnőtteket is ugye megajándékozzák akár húsvétkor, azért ezek még mindig jellemzően édességek, és a csoki nyuszi mellett azért megjelennek a mindenféle tojások, legyen ez édesség, vagy legyen ez ugye díszített tojás, vagy valami műanyag dísz, de hát ugyanígy a dísztárgyak is jellemzők, és hát felnőttek körében is terjed. Én mondjuk örülök annak is nagyon, hogy főleg ilyenkor idősebb úri emberek vannak, akik ugye a névnapokat is rendszeresen tartják, a hölgyeket felköszöntik, és vannak, akik húsvétkor is mondjuk friss virágcsokorral köszöntik föl a hölgyeket. Úgyhogy megmaradt ez a szokás. Sok helyen egyébként ez a locsolást is helyettesíti, mert már nem feltétlenül szeretik ugye a férjes asszonyok, vagy az idősebb nénik, hölgyek a locsolást, és nagyon sokszor mondják, hogy hát ez inkább a fiataloknak a szokása, és inkább a fiatalokat kell ilyenkor a fiatal lányokat meglocsolni. Ugye korábban a párválasztáshoz is azért elég szorosan hozzákapcsolódott a húsvéti locsolásnak a szokása, és hát, hogy ugye miért locsolás, ez még nem hangzott el. Hát azért, ugye, hogy a versben is van, a locsoló versben, hogy el ne hervadjon, ez igazából ugye szintén a termékenységről szól, és igazából itt az úgynevezett húsvéti veszőzésnek, vagy a korbácsolásnak a szokása, ami például Fejér megyében ugye a mohai tikverőzésnél is kimutatható, ez szintén erről szól, ez a jelképes korbácsolás, veszőzés, amikor egy frissen vágott, kihajtott ággal ugye megveszőzik a lányokat, ez szintén a termékenységet hivatott elősegíteni, illetve a minél előbbi párválasztást, a nagy gyermekszámot, hiszen ugye a falusi, hagyományos falusi paraszti társadalmakban ugye a nagy gyermekszám, az egyben a biztos öröklést is hivatott volt jelenteni, hiszen nagy volt a gyermekhalandóság, és hát bizony ezek a szokások azért megmaradtak, de már ezek egyre inkább visszaszorulnak, és mondjuk azt, hogy ilyen látványosság számba mennek inkább. Bízunk benne, hogy azért még sok hagyomány fennmaradt sokáig. Kellemes húsvétot kívánunk neked és a családodnak. Köszönöm szépen, hogy én is viszont kívánom mindenkinek. Köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindannyiuknak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.